Az ördögüzés az, amikor az emberek kellő határozottsággal, kellő bizalommal, kellő erővel megmutatják az igazságot, ami nem más, mint az életet teremtő, létrehozó ige. És amikor az igazság megmutattatik, annak jelenlétében minden olyan gondolat, gondolatiság, elképzelés, ami nem az igazságból való, elveszíti az erejét, és az illető személy megszabadul. Ez maga az ördögűzés. Ezért szükséges, hogy mindenki, minden egyes személy, aki betekintést nyert az igazságba, az élet igéjébe, abba az igazságba, amiből az élet maga fakad, felvállalja azt szeretettel, kedvességgel, de ugyanakkor erővel, tekintélyt parancsoló erővel megmutassa azt, kinyilvánítsa azt, felmutassa azt, hogy aki azt hallja, és akiben hamisság van, akiben a halál gondolatai, elképzelései, a halál igéi vannak, az ember megmenekülhessen azáltal. Ez maga az ördögűzés. Ezért mondatik képes beszédben, hogy az embernek fontos felfegyverkeznie, felvérteznie magát azokkal a kijelentésekkel, amiből az élet maga származik. Mert aki azt megkapja, aki felfegyverkezik az igaz szóval, az élet igéjével, az az ember nem csupán megtartatik, hanem hatalmat kap arra, hogy másokat is megszabadítson és megtartson az örök életre. Elhívjon. Aki megismerte az életet létrehozó igét, ekképp felelősséggel is tartozik az embertársaival szemben, akik még nem ismerték meg azt, akikben a halál igéi lakoznak, akiket az élet ellenes igék vezetnek. Erről szól a magvető példázata, a szőlőtő példázata, a talentumok példázata. Az összes ilyen példázat erről szól, hogy minél nagyobb késztetést érez az ember arra, hogy megmutassa az életet létrehozó igét, kinyilvánítsa azt, és minél szorgalmasabban, lelkesebben teszi azt, annál többet kap ő abból, annál inkább telítődik ő élettel,
annál biztosabb, hogy a halál igéi, a hazugságok soha nem lesznek urrá az ő életén, és nem fog visszaesni, drága barátaim, mert igenis van visszaesés. Az evangéliumban is többször olvashatjuk azt, hogy van visszaesés. Van olyan, hogy valaki megismerte az igazságot, és visszaesett, elvesztette azt. A kérdés az, hogy te mostanig mit ismertél meg az élet igéjéből, és mennyit mutattál meg abból, amit megismertél? Mit kezdesz a talentumaiddal, a rád bízott magvakkal, igazság magvakkal? Elásod őket? Vagy pedig elülteted őket, hogy megszaporodjanak, megsokasodjanak sokak szabadulására?